Sziasztok! Köszöntelek titeket a Nutren TV legújabb adásában. Mint tapasztaltátok, az utóbbi időben én kicsit eltűntem és nem nagyon jelentkeztem, de most az év vége közelettével megbeszéltem és egyeztettem a Nutrenddel, hogy beköszönök nektek egy ütős, edzős műsorral. Tehát miért is nem voltam aktívabb az utóbbi időben? Mint Facebookomat is, ha követitek, többször kiírtam, hogy a versenyzésre jelenleg aktívan nem foglalkozok, tehát nincs a közeljövőben ilyen célom. Viszont ez az év számomra rengeteg feladattal szolgált. Vecsési Toldi Fitness termünk 25. jubileumi évébe lépett, és ennek köszönhetően egy teljes arculatváltást csináltunk. Modernizálódtunk, gépparkot cseréltünk, és a dizájn teljesen megváltozott, öltözők nagyobbak lettek. Tekintsetek meg minket, ha erre kíváncsiak vagytok. És ezen felül az én edzői munkásságom is új szintre emelkedett. Rengeteg vendéggel dolgozok, kora reggel 6-tól este 9:30-ig, és már nem csak mint olyan személyedzőként funkcionálnak, aki az izmaikat erősíti az embereknek és a test alkatát változtatja, hanem igyekszek egy teljesen új stílust adni az embereknek. Vannak, akik teljesen bátortalanok, vannak, akik súlyproblémával küzdenek, vannak, akik feszültséget jönnek levezetni, és mind ezekben próbálok segíteni, egy komplett életformát kiépíteni a vendégeimnél. Ez rengeteg energiát kíván, napi 16-18 órában tőlem. Azért mondok ennyi óraszámot, mert a fizikális óráim, amit itt töltök a teremben, azok után én még otthon az e-mailekkel és a Facebookkal és az Instagram oldalammal foglalkozom, tehát 24 órában nektek élek és ennek a sportnak, mert ez a szenvedélyem. Tehát kicsit vissza kellett vonulnom, és azért tettem kicsit háttérbe az adások forgatását, mert azt az energiát, amit ti érdemeltek, itt nem tudtam volna beleadni, de újra feltöltöttem, összeállt az új Simon Tamás és az új fitness termünk, amivel szolgálni szeretnék. Tartsatok velem most is! Tehát akkor mai részünk témaköre az lesz, hogy hogyan is edzünk akkor, hogyha kevesebb időt és energiát tudunk fordítani a sportra. Tehát milyen edzésmódszert válaszunk ebben az esetben. Ugye sokan szoktátok nekem mondani, írni, hogy könnyű nekünk testépítőnek, mert mennyi időt tudunk erre rászánni. Igazatok van, ez a munkánk, ez az életünk, ez a hivatásunk, mi erre rendezkedtünk be. De akkor most azokhoz szólnék, akinek rengeteget kell dolgoznia, családdal foglalkozni, vagy egyéb más elfoglaltságai vannak, és tényleg csak maximum heti kétszer-háromszor tud egy-egy szűk órát eltölteni a fitness termek világában, vagy ez még szólhat annak is, ez a rész, aki egyéb küzdősportok vagy más sportok mellett a fitness termi edzést kiegészítő sportként végzi, hogy az alap fizikum ugye erősödjön, és a vázizom sokkal erősebbé, terhelhetőbbé váljon. Mielőtt az előbb említett edzésmódszerre rátérnék és szemléltetném veletek a gyakorlatokat és annak sorrendjét, szeretnék arra is kitérni, hogy mi az alapvető szükséglet a táplálékegészítők terén és a táplálkozás terén. Először is minimum az, hogy reggeli, ebéd, vacsora, tehát három főétkezés legyen egy nap, keljünk kicsit korábban és valósítsuk meg a reggelit is, és tűzzünk be 10 óraira és uzsonnára vagy egy-egy fehérje turmixot, vagy egy fehérje turmixot és másik esetben egy almát mondjuk, de a három főétkezés és a kettő kiegészítő étkezés vagy táplálékkiegészítés pluszba kétszer legyen meg, azaz 5 tápanyagbevitelre kerüljön sor a rohanó világban is, ha fejlődni szeretnénk. Táplálékkiegészítők legfontosabb összetevői minimum egy minőségi teljesavú fehérje, mint a Nutren Deluxe 100, minimum a gyors regenerálódáshoz a terhelő edzések után a BCA Megastrong, ez ugye van likvid formában és ilyen poralakban is, és az egyik és a másik legfontosabb aminosavunk a glutamin, ugye ez például egy leveles szemes formában. Ezek azok a táplálékegészítők, amik szerintem elengedhetetlenek a fejlődéshez, az ütemesebb fejlődéshez, hogyha a pénztárcátok megengedi. De természetesen, hogyha úgy érzitek, hogy kiadásokat csökkenteni kell, ezekből el lehet venni, és akkor elég csak a teljesavú fehérje is, de lehet kiegészíteni és kicsit tuningolni. Egyéb segítségek az edzéshez. Én személy szerint nagyon jónak találom, és szeretem is alkalmazni az edzés előtti nitrogénoxid fokozókat.
bedurrantássegítőket, élénkítőket. Az egyik legújabb termék az Explosinon kívül most a Nutren Number One. Én ezt edzés előtt egy rituáléként fogom föl, én akkor kezdek átszellemülni, mikor ezt elkezdem bekeverni és meginni az edzések előtt. Ez nekem egy ilyen negyedórás, 20 perces folyamat. Leülök itt a büfénél a kanapéra, szépen bekeverem, átgondolom, hogy mit is szeretnék ma csinálni az edzésem, lezárom a gondos bajos ügyeimet a fejemben, és csak az edzésre koncentrálok, hagyom, hogy a vérbe feloldódjon teljes mértékben, felszívódjon, és a beta-alanin pezsgő hatását érezzem, a tűszurkáló hatását az arcomba és a karomba. Érzem, hogy készen állok, szellemileg lezártam a munkát és a napi terheimet, és irány az edzés, irány az edzőterem. Ez az, amikor edzés előtt alkalmazom a Number One-t, de én mindig esténként edzek. Én a koffeint, vagyis a kávét, meg a vörösbort például a cselsav tartalma miatt nem bírom. És ezért nekem nagyon jók ezek a pluszban, nagyon jók ezek az edzés előtti pörgetők, mert én kávé helyett is ezt alkalmazom. Bejövök reggel dolgozni, reggel 6-kor itt vagyok, mikor érzem, hogy nem nagyon sikerült még felkelni. Én reggel beszoktam keverni egy ilyet, és a vendégeim mellett szépen elkortyolgatom, miközben ők a 6.-8. körkitörést csinálják, és teljes mértékben kávéért is bevált ez nekem, energiaitalként. Hát, mit is mondhatnék még? Akkor bevetésre kerül ez most, és megmutatom az edzéstervet. Tehát akkor kezdjük edzésünket. Melizommal szoktam kezdeni az egész testes edzést. Triszletteket fogunk alkalmazni izomcsoportonként. Első gyakorlatunk az ülve nyomás gépen. 12-es ismétléseket kell alkalmazni. Homorítás. Ha megszokott módon, végezzétek a gyakorlatot. Triszlettünk második gyakorlata, az ülve gépen tárogatás, egyik kedvenc gyakorlatom. Itt is 12-es ismétlés számmal dolgozzatok. Triszettünk harmadik gyakorlata, 45 fokos nyomás keretben. Gyerünk! Homorítás. Tehát akkor ez volt a mellizomzat triszetje, ebből csináljátok minimum 3x12-t pihenő nélkül, és miután megvolt a mell, pihentek és következhet a váll. Nyomjuk! Következő izomcsoportunk a váll. Itt is triszettet alkalmazok, oldalemeléssel kezdek. 12 ismétlés, a szabályosság érdekében ülve végzem, hogy ne tudjak lendíteni. Oldalemeléssel végeztem, triszettem második gyakorlata, a gépen nyomás. Ja, és ha eddig nem derült volna ki, hogy mi az, hogy triszett. Három gyakorlatot párosítunk össze,
egy adott izomcsoporton belül jelen esetben, és pihenő nélkül alkalmazzuk, 3 körön keresztül ezt 3 gyakorlatot, 12-es ismétlés számokkal, és ez a triceps. Válizom, harmadik gyakorlata, hátsó delta, tárogató, válgépe. És miután 3 körrel megvagyunk, következzen a hátizom. Az izomcsoportok között a triszettek végeztével mindig tartsatok egy 2-3 perc pihenőt, mivel a triszettek alatt ugye nem pihentetek, és végigdaráltátok 12-es ismétlés számokkal a 3 gyakorlatot, 3 körön keresztül. Én is megengedek egy kis pihenőt magamnak, most, hogy a hátgépekhez értem és belekezdenék a hát edzésébe. És gépeinkről jut eszembe most, hogy arculatot váltottunk és modernizáltunk. Azért vannak olyan gépek, kemény vonalas testépítő gépeink, amiket megtartottunk, mert kicsit körbenézve a piacra én úgy ítéltem meg, hogy ezek azok, amivel igazán jól tudunk edzeni, és bírja azt a 100-110 kilós valós terhelést átadni nekünk, amire szükségünk van. De ezen akár a női fitnessesek is tudnak 20-25 kilóval edzeni, tehát minden célt kiszolgál. De azért vannak azok a úgyszóval luxus fitness gépek a mai iparágban, amik nélkülözhetetlenek, mint akár a legújabb farizomgépünk, a legújabb lábgépeink, és sorolhatnám akár a BH kardiogépeinket. Én azt mondom, hogy mindig kicsit a hardcore és a jövőbeli gépek elegyét kell képviselni, és akkor a legjobb az edzésed. Lejárt a pihenőidőm, menetelünk tovább, hátizom első gyakorlata, a tarkószúzás. Miután végeztem a 12 ismétléssel, következzen a mellhez húzás. Tehát triszettem második gyakorlata, mellhez húzás, széles fogásban, csigásgépen. Most ezzel végeztem, menjünk a szűkbehúzásra. És megállás nélkül mehet a 12. Nincs pihenő. Hát izom elég nagy izomcsoport ahhoz, rendesen kivegye a szuflát, de hajtsátok, nem elég, hogy erősödtök, nem elég, hogy formálódtok, az állóképesség is javul, kalóriát égetünk, szálkásodunk, rengeteg nagyon pozitív hatása van ennek a stílusú edzésnek, csak keményen.
Elérkeztünk sok a kedvencéhez, a karizomhoz. Itt egy szuperszetet fogok alkalmazni. Biceps és triceps gyakorlat lesz összepárosítva, összesen két gyakorlat. Bicepsre váltott egykezes, karhallítás, tricepsre gépennyomás ülve. Hát akkor lássuk, itt 10-10 ismétlés lesz, 20-ig megyek. És akkor jöjjön a triceps lenyomás gépen. Egyik kedvenc gépemhez érkeztünk. Én ezt hol szembeülök be és úgy alkalmazom, hol megfordulok, és ebben a pozícióban végzem a gyakorlatot. Ez csak abban számít, hogy kicsit másképp terheli a triceps izmokat, és kicsit másképp húzza, fő a változatosság. Lássuk ezt a pozíciót. Ez volt a karizom szupersetje. És azért szupersett, mert itt két gyakorlaton összepárosítva, és mint mondtam, a triceps-nél ott meg három gyakorlat. Elérkeztünk a sokak által nem túl kedvelt izomcsoporthoz, legalábbis elég sokan átugorják és kiadják, a lábizomhoz. Ezt is triceps-be fogom végezni, ezt most szépen vágatlanul ledarálom nektek, 12-12-12 ismétlésekkel, lábhajlítás, lábnyújtás, és lábtoló, 45 fokos lábtoló valós terheléssel. Lássuk! Persze itt most a súlyok használatában nem a hardcore edzés a cél, hanem az, hogy haladjunk, pihenő nélkül három ilyen kör daráljunk le, izoláltan terheljünk, koncentrálva és robbanékonyan, és ezáltal 60 perc bele fog férni az egész testes edzés, lábakkal együtt. Hát akkor kicsit fújtam, most én is. Elérkeztünk a fináléhoz, utolsó trisethez. Itt a vádlit és a hasizmot fogom terhelni. Egy vádli gyakorlatot az álló vádlit rakom be. Ez is egy kedvenc új gépen termünkbe. És a másik két nagyon jó hasizom gyakorlat lesz. Az ab coaster, térdfelhúzás és az ülő hasizomgép. Mutatom is.
Mindig jó mélyre engedni a sarkat, és felspiccálni. Jó mélyre, és felspiccálni. Teljes mozgástartomány. Ezzel meg vagyok. Megyek is hasazni, gyertek. Nagyon sok Facebook kommentet kapok, mikor szemléltetem, és kiírom az edzéstervemet, hogy én rengeteget hasazok, minden edzésen hasazok egész évben. És kérdezni szoktátok, hogy ez így jó, nem edzem túl. Gyerekek, szinte semmilyen izmot nem lehet túl edzeni, hogyha rendesen pihensz, megfelelően étkezel, és jó az edzésmódszered. De egy hasat és egy vádit pláne nem lehet túl edzeni. Az én módszereim szerint, és hát az én hitvallásom szerint. Ezért én mindig terelem, de ha megnézzük a versenyképeimet, a hasizom mindig kirívó a mezőnyből. A vádira se panaszkodhatok formát illetőleg. Úgyhogy azt mondom, hogy nekem bizonyított ez a módszer. Minden edzésem minimum egy vagy két hasgyakorlat mellett. Egész évben. Nem csak akkor kell hasazni, amikor strandra készülünk. Tehát hasizom gyakorlat, epkosztelve. Nem, lendületből végezzük el, nagyon oda kell figyelni. Oda-vissza, lassú, izolált terhelés. Itt mehet a 20 ismétlés, minimum. És az ülő hasgép. Alsó hasizommal és felsővel egyaránt dolgozunk. Lábbal is húzzuk és felső testtel is. Ezt se lendületből pumpálgassuk. Szépen izoláltan. És mai edzésünkkel végeztünk. Ez volt az én 50-60 percbe sűríthető egész testes, abszolút megfelelően terhelő edzéstervem. Minden izomcsoportra úgy alakítottam és úgy választottam ki a gyakorlatokat, hogy megfelelő terhelést kapjon minden irányból, minden izom. Tehát a triceptek, szuperszettek úgy gondolom megfelelően vannak összeválogatva, főleg gépi gyakorlatok, hogy ne menjen az idő a nagy pihenést igénylő fő gyakorlatokkal, mint a guggolás, felhúzás, fekvenyomás, evezés. Azt meghagyjuk a más egyéb edzésmódszerekre. Mi a praktikumra törekedtünk, a gyorsaságra és az élhetőségre a dolgos hétköznapokban. Úgyhogy egészségetekre! Tehát még így utószóként azt szeretném nektek összefoglalni, hogy a mai téma azért született meg, hogy a dolgos hétköznapokat élő embereknek is tudjak ötletet adni, hogy kiessék magukat a fitnessterembe, egészségesen élsenek, egy megfelelő, esztétikus, erőtől kicsattanó fizikumot tudjanak összehozni és életben tartani, sőt, hónapról hónapra fejleszteni. Ez szól a hölgyeknek, szól a férfiaknak egyaránt. Ez az edzésterv úgy gondolom élhető mindenki számára. Én javarészt egy olyan körülbelül heti 6-ot szoktam edzeni, ennél sokkal jobban szétbontom, de nekem is vannak olyan hetek, hónapok, amikor ezt az edzésmódszert követem, ezért is jutott eszembe ez a témakör mára, és teljesen átéreztem azoknak az embereknek a problémáját, akik azt szokták nekem mondani, hogy nincs időm, legalábbis kevesebb az időm. Én most hozzájuk szóltam, remélem sikerült kicsit motiválni, kicsit ötletet adni, kicsit életszerűbben átadni nektek, akiknek nem ez a hivatás és nem ez az egész életét kitöltő dolog. Úgyhogy használjátok egészséggel mai műsorunk témáját, kövessetek minket, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és remélem mi is találkozunk még. Az erő legyen veletek!